13. alkalommal gyűltek össze a három Nyíregyházán működő felsőoktatási intézmény kutató, oktató és hallgatói, hogy prezentálják tudományos eredményeiket. Ebből a célból hívták életre annak idején az évről évre máshol megrendezésre kerülő doktorandusz konferenciát. Az idei eseményre 11 hazai és határon túli egyetemről érkeztek résztvevők a Debreceni Egyetem egészségügyi karának épületébe, akik a tudomány különböző területeiről hallhattak előadásokat, összesen mintegy 80-at. Összesen 8 szekció fog párhuzamosan működni, 2 bölcsészettudományi, 2 társadalomtudományi, 1 interdisziplináris szekció, 1 orvos és egészségtudományi szekció, 1 inkubátor szekció és 1 angol nyelvű szekció is, hiszen külföldi hallgatóink is vannak, akik jelenleg doktoranduszként vannak az egyetem kötelékében. A Nyíregyházi Egyetemmel és a Szent Atanász Görögkatolikus Hittudományi Főiskolával közösen szervezett esemény arra is lehetőséget ad, hogy a következő generáció tagjainak egy kutatói utánpótlás programot nyisson meg, mondta el a megnyitónak kardékánja. Egy PhD konferencián előadnak a PhD hallgatók, de mi lehetőséget teremtünk arra, hogy egy inkubátor szekcióban a mi hallgatóink is megmutassák a tudományos teljesítményüket. Össze lehet mérni ezt a kettőt, megérezhetik ezen a konferencián a hallgatóink, hogy mit jelent az, hogyha valakinek egy minősítettséggel feljebbi szintet is tudnia kell teljesíteni. Abban bízunk, hogy ezzel a konferenciával a kutatói utánpótlás biztosítása ezen a karon elindulhat. A rendezvény fővédnöke, Nyíregyháza polgármestere azt emelte ki, hogy az infrastruktúrális fejlesztések és felújítások mellett az is fontos, hogy a szellemi tőkét is gyarapítsák a városban. Szerintem elérjük azt a pontot, ahol ez a továbbfejlődésnek gátja lehet, ha ez a terület nem fejlődik olyan szinten. Ezért örülök nagyon, hogy ez a 13. doktorandusz konferencia most újra megrendezésre került, és ezért hozta az önkormányzat, a közgyűlés azt a határozatot, mert ennek a felsőoktatás a hallgatók mellett van a magasan képzett munkaerő szempontjából is aspektusa, ezért hozta azt a döntést, hogy Nyíregyháza hazavár. Ennek az a célja, hogy felsőfokú tanulmányaik elvégzése után itt telepedjenek le a fiatalok, ehhez azonban munkahelyek is kellenek a városban. A polgármester elmondása szerint éppen ezért a munkahelyteremtő beruházásokat is ösztönözni kell.